Jó estét kívánok, köszöntöm a 60 televízió nézőit, ezúton rendhagyó helyszínről jelentkezünk innen az Ady Endre könyvtárból, mégpedig azért, mert a város kulturális életéről és a hátralévő programokról is beszélgetünk, a téli programokról. Itt van velem a rögtönzött stúdiónkban mind a négy intézményvezető, akiket köszöntök is név szerint. Varga Zsuzsát, az Ady Endre könyvtár megbízott igazgatóját. Szia Zsuzsa! Tompazé Misi, aki két szerepben van itt, hiszen a galéria és a Liszt Ferenc művelődési hál is az ő igazgatása alatt áll. Szia Misi! És köszöntöm Kökény Verenc urat, a 60-i Lajos gyűjtemény igazgatóját, és köszöntöm Valló Edét, aki a Grassalkovics művelődési ház igazgatója. Most azért vagyunk itt az intézmény vezetőkkel, kedves nézőink, mert bizonyára önök is értesültek a hírekből, hogy az intézményeket összevonták olyan tekintetben, hogy a programok itt ezen a helyszínen az Ady Endre könyvtárban valósulnak meg, egyébként pedig az intézmények energetikai spórolása szempontjából ezt tartották járható útnak, de az intézmények egyébként van, aki átköltözött ide, van, aki pedig a helyszínen működik. Erről fogunk most beszélgetni, és akkor ebbe kezdenénk a Grassalkovics művelődési házzal. Titeket érintett az a helyzet is, hogy át kellett költözni ide az Ady Endre könyvtár falai közé. Beszéljünk arról, hogy ti hogy oldottátok meg ezt a téli hónapokra, illetőleg, hogy akkor lesznek-e programjaitok, és hogyha igen, akkor hol? Köszöntöm a nézőket. Érintett minket elég erősen. Ugye egy nagyon régi épületszárnyban vagyunk, a Grassalkovics kastély nyugati szárnyában, immár több mint lassan 30 éve, inkább úgy mondom. Az épület nem feltétlenül jó energetikailag, ezt mindannyian tudjuk. Nincsen túl jó állapotban sem a nyugati szárny. Ennek ellenére mi most ebben a helyzetben úgy készültünk, hogy minden csoportunk megmaradt. A különböző kulturális intézményekkel együttműködésben tudjuk most ezt kezelni. Egy részük itt van a könyvtárban, azt mondom, hogy egy nagy részük. Itt van a művelődési háznak az irodája és a tetőtérben, az egyik termet rendeztük be. A programok egy másik része a Daliba került, tehát ugye velük is együttműködünk, és a Nagy Endre rendezvényteremben vannak azok a nagyobb és mozgásos csoportok, akik nem fértek el ebbe a kettőbe, és mielőtt elfelejtem, a néptáncosaink és az akrobatikus rock'n'roll csoportunk pedig a sportcsarnokba. Tehát azt gondolom, hogy belaktuk a várost, mit műfázas csoportok, meg műfáz. A programjainkat próbáljuk továbbvinni, készülünk is, szintén ugyanebben az együttműködésben a múzeummal is közösen készülünk foglalkozásra, a könyvtárral is közösen lesz foglalkozásunk, a civil csoportokkal szintén közösen készülünk programokra. Úgyhogy olyan nagyon sok minden nem változott szerintem a hétköznapjainkban, inkább az, hogy más helyszíneken vagyunk, kicsit jobban szétszórtan. És az apparátusotok, tehát maga a művelődési ház kollektívája is helyileg, akkor most az Ady Endre könyvtárban dolgozik? Ez a bázis, így van, az Ady Endre könyvtárnak a tetőtere lett a bázisunk, és akkor a kollégáinkat pedig általában itt lehet megtalálni, meg az összes helyszínen tulajdonképpen, mert a csoportjainkat kísérjük mindenhová, mindegyik helyszínre, ahová szükséges. Ugye említettem az elején, hogy városonként másképp oldották meg ezt a stratégiát, mindenhol ezekkel a problémákkal küzdenek, nem csak heves megyei nagyvárosokra gondolok, hanem az országban is. Van, ahol a nyitvatartási időn változtattak, valahol egyértelműen bezárták az intézményt, itt pedig akkor emellett történt a döntés, hogy legyen a kulturális életnek pezsgése, legyen a helyszín esetleg változó, vagy pedig együttműködő. Mind a kettőt említetted nektek, milyen programjaitok várhatóak az elkövetkezendő időszakban. Nyilván csak szímszavakra gondolok, nem kell konkrétan dátumozni. Foglalkozásokkal készülünk, ugye nekünk még van egy pályázatunk, amit most zárunk majd, annak van egy fenntartási időszaka. A térség 13 oktatási intézményében vagyunk most kint helyszínen programokkal egyébként, vidéki településeken is, és azt most végigcsináljuk meg az 60-i általános iskolákkal. Ezt befejezzük, mellette ugye, ahogy az előbb említettem, a könyvtárral és a múzeummal is van közös foglalkozás itt a könyvtárban. Ez szombat, az adventi szombatokat, mindegyik szombaton lesz majd foglalkozás. És mellette pedig a jövő évre készülünk erősen. Remélhetőleg ugye a fűtési időszak végével vissza tudunk költözni a kastély nyugati szárnyával, és akkor egy új alapokra helyezett
programstruktúrával. Ugye említetted, hogy energetikailag nem a legkorszerűbb, ennek azért nyilván van olyan oka is, hogy műemlék alá tartozik ez a műemlékvédelem alá tartozik az intézményetek, régi, ugye? Régi a falak, egyebek. Hát így van ebből a szempontból. Ugye régi a fűtési rendszer is, ugye utoljára ott 96-ban lett a fűtési rendszer korszerűsítés, meg az épület is akkor lett igazából utoljára felújítva, a nyugati szárnya, ugye a 2014-es kastélyrekonstrukciós projekt a nyugati szárnyat csak kívülről érintette, egyébként ilyen esztétikai javítás történt, de az épület nagy része egyébként nagyon, nagyon öreg egyébként, és tényleg nagyon magas rezsiszámlákat fizetnénk most, hogyha nyitva kellene tartanunk. Tehát én azt gondolom, hogy szakmailag is indokolható, meg gazdaságilag is indokolható volt egyébként ennek a szárnynak most az idéglenes zárvatartása. Így, amit megspóroltunk összegeket, azt vissza tudjuk majd forgatni a későbbi programokra. Köszönöm szépen. Feri, az elején úgy köszöntöttelek, hogy a 60 Lajos gyűjteménynek a igazgatója vagy, igazándiból viszont több intézményegység is tartozik a te irányításod alá. Így van az a serfőzde esetében, illetőleg a Turinform iroda esetében is, aminek szakmai vezetője ugyan Sobloher Bernadett, de mind a hármat át kell, hogy lásd. Ti milyen koncepcióba tudtatok gondolkodni nyilván a stratégia összeállítása kapcsán, úgyhogy beszéljünk akkor a serfőzdéről, beszéljünk a Turinformról és hát természetesen a múzeumról is. Igen, hát a többkörös megbeszélés volt a fenntartónk az önkormányzattal, ahol kikérték a véleményünket, hogy gyakorlatilag mi úgy képzeljük a jövőt, közeljövőt a rezsi árak kapcsán, milyen megoldást tudunk. Igazából senki sem szeret költözni, meg egyik intézmény sem szereti, ha bezárják, de a pandémia alatt ezt megtapasztaltuk, és úgy gondoltam, és nem vagyok vele egyedül, hogy végre egy olyan év, amikor egész évben nyitva tudunk tartani, a látogatószám szépen emelkedett, de hát a sors közbeszólt, és az a döntés született, hogy a nem csak itt más városok múzeumra is ez jellemző, hogy a látogatók előben van zárva a múzeum, és április közepén, legtöbb múzeum április közepén fog nyitni mi is. A kiállításokat lebontottuk, egy-kettő még áll, ott kicsit magasabban van a fűtés, de mivel nagy légterű termeink vannak, így az üres termeket minimálisan kell temperáló fűtéssel fűteni. Úgy gondoljuk, és hogy nagyot tudunk spórolni vele. Mi maradhattunk a múzeumban, három irodában vagyunk összezsúfolódva, a munka folyik tovább, készítjük a kiállításokat, a jövő évi kiállításokat, a könyvkiadást egyben, úgyhogy majd ha áprilisban nyílik a nyitó múzeum, akkor sorozatban lesznek kiállítás, megnyitó, könyvbemutató, szóval lesz program bőven, illetve szívesen kimegyünk, remélem lesz majd rá példa intézményekbe órát tartani, módonpedagógiai órát, kollégáim ki fognak látogatni, ha van rá igény, és elmegyük lesz is. Úgyhogy van munka bőven, mi, mint említettem, maradtunk. Az intézmény, ami jó, mi örülünk neki, mert hát bárhová nyúl az ember, ott vannak az akták, a dossziék. De kevesebb helyiséget használtok, így gondolom. Így van, jóval kevesebbet, és meg is lesz az eredménye. A sörfőzde az nyitva van, nagy mennyiségű sört főzettünk le, még nyáron annak tudatában, hogy nem lesz bezárás, és így tudjuk biztosítani a sörellátást. Tehát a nyitvatartási idejében működik, így nem van, rendes. Így van, úgyhogy várjuk szeretettel a látogatókat a sörfőzdébe, és a fogyasztókat. Ugye nyilván az épület az korszerű, de ő is műemlék. Tehát az épület is műemlék, emiatt az energetikája azért gondolom költséges. Hát igenis, nem is, a nagy vastag falu épület, az új szárnyak a szigetelben vannak. Most már érezni a hideget, tehát tartotta egy darabig a hőmérsékletet, a termek tartották, de most már le van véve fűtést érezni. Úgyhogy ezzel jár, tudomásul kell venni. Nektek lesz-e olyan programotok, amelyeket itt a könyvtár falai között fogtok majd megtartani? Így van, lesz. Szintén a könyvtárba helyeztük át a programjainkat, volt már két előadásunk. Lesz játszóház szombat délötténket, ahogy az igazgató is említette. Közösen is tervezünk programokat. Januárban, februárban lesz két előadásunk, illetve szintén játszóház, és majd áprilisban visszatérünk rendezvényhelyszín és kiállítás szempontjából a múzeumban. Tehát akkor a téli hónapokat ilyen
összefogással, koprodukcióban fogjátok ti is megvalósítani. Misi Galéria, nyilván az is egy hűvös hely, és a Dali, az nemrégen lett átadva, de ott is számos csoport működik. Ti is részesei vagytok ennek a koncepciónak. Ti hogy oldottátok meg ezt a működést? Hát az előbb említettek az összefogást, amit én nagyon fontosnak tartok, hiszen most bizonyosodott be, hogy mennyire jó volt a kapcsolat az intézmények között. És így ez a csoportoknak az áthelyezése, ez zökkenőmentesen zajlott le. Tehát az emberek már ismerték valamennyi helyszínt, tehát nem jelentett számukra egy különösebb traumát az, hogy immár máshova kell menjenek. Fontos volt az, hogy ezeket a csoportokat, és ez közös koncepció, megtartsuk, hiszen egy csoportot nagyon könnyű ilyen-olyan ürüggyel feloszlatni, mondani, nincs hely, nincs fűtés, ne gyertek, de sokkal nehezebb utána összeszedni az embereket, mikor már elszoktak. Ők igénylik ezt a tevékenységet, és 60-nak ez volt egyik erőssége eddig is, hogy egy jól működő civil hálózat van itt a városban, különböző csoportokkal, amelyek nagyon hálásak, hogy tovább tudnak működni, ezt kell mondanom. És egy kicsit az elején óckodtam is attól, vajon mi lesz, ha eddig, mit tudom, 1000 ember fordult meg egy hét alatt különböző csoportok révén a Daliban, most ennek a duplája. Hogyan fognak egymással kommunikálni, hiszen van olyan, hogy vannak olyan napok, ahol egyszerre három csoport van, és mindegyik úgymond hangos csoport, zenés, táncos dolgokat művelnek, és hát örömmel tapasztaltuk, hogy az emberek odafigyelnek egymásra, tehát én is működök, de működjön a másik is. De kezdjük, a kérdésed elejére térjünk vissza, tehát a galériára. A galéria volt a legnehezebb helyzetben, hiszen egy igen elavult fűtési rendszerrel ellátott intézményről van szó, amelyet hát horonáról lehetett volna csak működtetni, és nyilvánvaló, hogy ezt a város nem tudta felvállalni. Hát elég szívfájdalmunk volt, hogy ezt kellett lépni, a bezárást, hiszen egy országosan, nemzetközi szinten jegyzett intézmény volt, különböző biennálékkal és egyéb rangos rendezvényekkel, és rögtön az első, ugye most lett volna a tájkép biennálé, amit el kellett halasztanunk tavaszra. Mert akár online megtartottuk volna, de ezt már kipróbáltuk, azért nem az igazi, egy ilyen megnyitóra eljön száz valahány ember. Tehát meg a hőmérséklet sem használ ezeknek a tárgyaknak a hideg nyilván. Igen. És hát ennek van egy ilyen, egy külön feelingi, egy ilyen biennálé megnyitónak, amiről kellett volna lemondani. Így most, tehát a Daliba a különböző, tehát nem csak a saját csoportaink, az is elég népes társaság volt összességében, hanem a többi intézményekből is fogadtunk be csoportokat. Örömmel tettük ezt meg, hiszen egy intézmény akkor tölti be a funkcióját, hogyha ki tudja szolgálni a várost. És ez most bebizonyosodott, hogy azért vagyunk, hogy a 60 embereknek legyen egy hely, többek között nálunk is a több intézmény mellett, ahol jól érzik magukat, és gyakorlatilag ugye reggeltől estig tudunk nekik programokat kínálni, hiszen egy intézmény, egy kulturális intézmény életében fontosak a nagy rendezvények is, de én azt tartom fontosnak, ha bármilyen korosztálynak bármikor tudok kínálni programot, tehát a csecsemőktől, Baba-Mama Klub, egészen az idős korosztályig, és pillanatnyilag úgy állunk, hogy ez megvalósítható. Tehát sokszínű a tevékenység a Daliban, és most még sokszínűbb lett azzal, hogy máshol is fogadtunk be ugye csoportokat. Újdonsággal is szolgálhatunk, hiszen mint említettem, a galériát be kellett, tehát a látogatókat nem fogadhat, be kellett várnunk. Itt viszont a Daliban van egy olyan felület, nem akkora, mint a galéria, de van egy felület, ahol folyamatosan tervezünk kiállításokat, és el is indítottunk egy új sorozatot, ez a képzőművészet és költészet és zene, tehát egyszerre, tehát nem csak egy megnyitó lesz, és az jövő kedden már itt lesz Gálfi Bódi Tamás és a 60-i költő Farmosi Lászlónak a bemutatkozása egy közös rendezvényen, tehát próbáltuk egy kicsit színesíteni. Egyrészt ugye a képzőművészetben is
nyújtunk újdonságokat, másrészt pedig hagy ismerjék meg az emberek a helyi alkotókat, a helyi költőket, és tavasztal is majd lesz ennek folytatása, tehát a január hónapban. Nyilvánvaló, hogy az életünk, bármennyire is tagadnám ez ügyigaz, hogy kicsit nehezebb lett, hiszen sok ember megfordulott, sokan vannak, igyekszünk azért mindenkinek megfelelni és az igényeit kiszolgálni, de hát tudomásul kell vennünk, hogy egy nem miattunk, hanem külső tényezők miatt egy nehéz helyzet állt fenn, és ebben a nehéz helyzetben is helyt kell állnunk. Igen, hát meg kellett birkózni a Covid-dal, éppen hogy vége lett, és lehetett szervezni a következő koncepciót, vagyis ezt. Hát ráadásul, hogy a Dali most volt szeptemberben az átadása, tehát beüzemeltük, most bontakozhattunk volna még jobban ki, de ugye sajnos most jöttek a restrikciók. De természetesen ugye öröm számunkra, hogy például az advent 4. vasárnapján a Szirkék fog fellépni, ott a Daliban lesz a rendezvény, valamint az is, hogy de ez már ugye megszokott, hogy a szimfonikusok ott próbálnak ilyenkor november végétől egészen az újévi koncertig, de az évek óta így. Hát abszolút kihasznált az a Dali. Tehát úgy kellett, mint egy falat kenyér, mondhatjuk a városnak, nem? Tehát egy új lüktetést adott annak a résznek így van, is. Így van. Itt érződött az, hogy mennyire bejött a városnak az a koncepciója, hogy odafigyeljen a kulturális intézményeire, hiszen megújult a könyvtár, megújult a múzeum, megújult a Dali, és hát reméljük, hogy belátható időn belül a Krassalk Vismöldésád is meg tud újulni, és akkor minden jó lesz, remélhetőleg. Köszönöm szépen, Misi, a válaszokat, és ahogy tényleg te is elmondtad, hogy összefogásban és egységben az erő, ez így is van, de ehhez kell most egy bázis, ez pedig az Ady Endre Városi Könyvtár, akinek köszöntöm ismételten a vezetőjét, Zsuzsit, aki megbízott igazgatóként teszi a dolgát. Te fogadtad be az intézményeket, illetve a programokat is úgy próbáltátok realizálni, hogy ne ütközzön, lehessen választani, és szép nagy épület, szép új és nagy épület, helység is van benne bőven erre. Beszéljünk akkor a ti koncepciótokról, hogyan gondoltátok át a telet. Szeretettel köszöntöm a nézőket, és a stábot is természetesen, mert hogy egy új helyszínen van a kommentár. Nagyon örülünk neki, hogy ide hoztátok a kommentár műsorát, felvételét. A könyvtár abszolút nyitottan állt ahhoz, hogy ide költözzönnek a más intézmények programjai, illetve a művelődési ház irodai szinten, mert hogy már régóta ismerjük egymást, közös programjaink már nagyon sokszor voltak, hiszen évekkel ezelőtt is összevont intézményként működtünk, tehát ismerjük egymást, baráti viszonyban köztünk, és úgy gondolom, hogy a továbbiakban is egyszerűen meg tudjuk majd oldani a közös programokat is, illetve a közös életet ebben az épületben. Ez lett ugye a bázis intézménye, illetve a bázis épülete a városnak kulturális szempontból, és nyitott a ház. Nyitott a ház olyannyira, hogy nekünk is volt már nagyon-nagyon sok kis csoportunk, és most, hogy a művelődési ház is idehozta a kis csoportjait, illetve a múzeum kis csoportja is idejött, ezért több mint 20 kis csoport működik most a könyvtár épületében, és hát össze kellett hangolni nyilvánvalóan ezt a működést. Nagyon-nagyon sokszor összeültünk az intézmény vezetőkkel, naptárat vettünk elő, percre pontosan szinte be van osztva minden terem, mert hogy teljes a kihasználtság. Nyilvánvalóan az egyik termünket, amikor átadtuk irodaként, azt már nem lehetett utána használni kis csoportoknak a részére, tehát csökkent egy teremmel, de meg tudtuk oldani azzal, hogy a kisebb létszámú kis csoportokat például a könyvtár tereibe helyeztük el. Tehát például a krimi részlegnél is működik egy kis csoport, működnek egyéb kis csoportok a szakirodalmi részlegnél, illetve még a szépirodalmi részlegnél is. A gyerekkönyvtárba bekerült egy új, egészen kicsi gyerekeknek szóló sakk oktatás. Ezt Inges Zénó sakkoktató tartja, és ott például 17 kis nebuló
sakkot tanul, sakkozni tanul. És ez a gyerekkönyvtár. Tehát nagyon-nagyon szeretnek a gyerekek ott lenni, hát egy kellemes környezetben tudtak helyet kapni. Itt ugye nyilván számos dokumentum van, rengeteg könyv van, nekik sem mindegy, vagy ezeknek sem mindegy a hőmérséklet. Mi az a minimum pont, amit mondjuk olyan termekben tudtok tartani, hogy még a könyvnek nem megy a rovására, nem lesz nedves egyebek, mert nyilván erre oda kell figyelni egy könyvtárnak külön is. Hát a város ugye meghatározta azt a városvezetés, hogy 18 fokon működjenek az épületek. A gyerekkönyvtári részekben ott lehet 20 fok, de egyébként ez a hőmérséklet megfelelő a könyveknek, a páratartalom is megfelelő a könyveknek, tehát ezzel nem volt gond. Illetve az épület annyira jól tartja a meleget még, hogy hát igazándiból több a hőmérséklet. Tehát az energetikai korszerűsítés beváltozta a hozzáfűzött a kivitelezéskor, most a puding próbálja az evés. Igen, és később is kellett emiatt bekapcsolni a fűtési rendszert, tehát hogy úgymond ezzel is spórolta az intézmény. Említetted, hogy befogadó intézmény vagytok, hogy együttműködtök, nálatok is van civil szféra, most a szakkört említetted. Mi az a kiemelt program, amit fontosnak tartasz elmondani itt a könyvtár tekintetében a téli hónapokra? Elindítottunk egy sorozatot szeptembertől, amit én legalábbis sorozatnak szeretnék indítani. Ez pedig a nagy teremnek a belakása, úgymond, mert eddig a falakon nem volt még kiállítás. Hát beraktuk az épületet, ide költöztünk, ugye tavaly nyáron nyílt meg az épület, és a nagy teremben én éreztem egy hiányt. Hogy legyen egy kicsit otthonosabb, hogyha belép egy látogató, akkor oda vonzza a falakra a tekintetét, és ezért elindítottuk a kamara kiállítás sorozatunkat, és az intézményben van Perei Zoltán nagyatéka, Perei Zoltán egy grafikus művész, aki 1991-ben hagyta a könyvtárra a 3000 darabos grafikai gyűjteményét, és hát ez természetesen a saját tulajdonunk, és ezzel szeretnénk büszkélkedni, megnyitottuk ezt a kamara kiállítást. Most a település képi arculati kiállítás van a falakon, illetve hát ha előre szeretnék ugorni, akkor februárban lesz egy következő kiállítás, ami szintén egy grafikai kiállítás lesz, Bugyi István József grafikus művész képeit fogjuk hát akkor kiállítani. A kultúrából nem lesz hiány nem a városban, hiány. Így ahogy az intézményeket összefoglalom itt a kedves nézőknek, és ahogy majd találkoznak önök is a postaládákban ezzel a téli rendezvénysorozatos programfüzettel. Nyilván ebben a 2023-as programok is már benne vannak, úgy mint az újévi hangverseny, vagy gondolok itt arra, ami kiemeltem megint csak fontos, a Magyar Kultúra Napja, tehát vannak olyan eseményeink, amelyek kiemelt tekintettel és prioritást élveznek, és természetesen itt az advent, minden egyes vasárnapján majd a főtéren az adventi gyertyaláng egy-egy lángja jelzi a karácsony közelettét, és hát itt a karácsonyi vásár is ad egy hangulatot ahhoz, hogy a Kossuth tér kellős közepén a város szívében megtaláljuk azt az ünnepi fényt, amely egy kicsit a lelkünknek is jót tesz. Én valamennyi intézményvezetőnek köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt, és eljöttetek. Köszönöm Zsuzsinak, hogy befogadtad a kommentár rögtönzött felvételét ide, és számot tudtunk adni a nézőknek így karácsony előtt még arról, hogy a kulturális intézmények hogyan fognak dolgozni az elkövetkezendő időszakban. Nézőinknek pedig köszönöm a figyelmét, vigyázzanak egymásra és önmagukra is. Mindenkinek kellemes, szép adventi készülődést kívánok, viszontlátásra!